Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Az előttünk fekvő határozati javaslattal az országgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia és annak könyvtára megalapítása 200 éves évfordulója tiszteletére a 2025-ös és a 2026-os évet a Magyar Tudomány évévé nyilvánítja, a Mi Hazánk mozgalom alapjaiban egyetért és támogat. Az ünnepség sorozat történelmi előzménye, hogy Széchenyi István 1825-ben birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság alapítására ajánlotta fel, példaértékű lenne a mai világunkban is, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. Támogatjuk a javaslatnak azt az elképzelését, hogy megmutassuk nemzetközi téren a magyar kutatás és innováció kiemelkedő eredményeit, népszerűsítve a magyar kutatást és innovációt a nemzetközi téren. Egyetértünk azzal a célkitűzéssel, hogy Magyarország versenyképességének javításához egyetemi és vállalati együttműködésen alapuló innovációs fókuszú gazdaságpolitikára van szükség, illetve lenne szükség, a gyakorlatban azonban nem ezt látjuk megvalósulni. Ezért arról is kell beszélnünk, hogy melyek azok az ügyek, döntések, amit ki kell beszélnünk ilyenkor, hát ha javíthatunk rajta. A Mi Hazánk mozgalom kulcskérdésnek nem a GDP külföldi működőtőkével való növelését, hanem a fejlődést tekinti. A humán erőforrásra épülő magas hozzáadott értéket, termelő ágazatokat kellene fejleszteni, melyek nem csak a külföldi piacnak hoznak hasznot, hanem a magyar embereknek is. Nekünk nem az Európai Unió versenyképességi problémáival kellene foglalkoznunk, hanem a sajátunkkal, ugyanis az MNB versenyképességi rangsorában Magyarország egy év alatt két helyet csúszott vissza. A kormány versenyképességi stratégiája a gazdasági növekedés mennyiségi tényezőire fókuszál, a versenyképesség minőségi tényezőire jóval kevesebb hangsúlyt fektet. Ez baj. Az MNB szerint Magyarországnak versenyképességi fordulatra van szüksége ahhoz, hogy újra fenntartható növekedési pályára álljon, az innováció ugyanis összefüggésben van a gazdasági eredményekkel. Az MNB jelentése szerint a tudás alapú foglalkoztatás Magyarországon mindössze 12, de legjobb esetben is 13% körül mozog. A KSH adatai szerint a nemzetgazdasági beruházásokon belül a kutatásfejlesztési, vagyis a tudásberuházások aránya 2017 óta folyamatosan csökken. Tavaly mindössze 0,65% volt, tehát még 1%-ot sem ér el. Ez azért van így, mert az új beruházások nem innovatív, hanem összeszerelő tevékenységgel járnak együtt, így nem hoznak létre új tudásalapú munkahelyeket. Tavaly kutatásfejlesztésre a GDP 1,39%-át fordították, ráadásul a ráfordítások felét a vállalkozások finanszírozták, 31%-a volt csak állami, 12%-a külföldi forrásból valósult meg. Az állami forrás felhasználásával kapcsolatban kifogásoljuk, hogy az egészségügyi fejlesztések helyett inkább iparra költenek, továbbá a mezőgazdasági fejlesztések helyett a politikai és társadalmi rendszerek fejlesztésére fordítanak energiát és pénzt. Ez komoly gondolkodásbeli tévút, legalábbis szerintem. Kifogásoljuk azt is, hogy a tudománypolitikát a kormányzati szereplők írják, ami 2022-ig Palkovics László, utána Csák János, jelenleg pedig Hankó Balázs miniszter úr elképzeléseihez igazodik. Palkovics László a 2018 évi országgyűlési választások után az MTA kutatóintézet hálózatát állami irányítás alá vonta. Az MTA mintegy 300 milliárd forint értékű vagyonának használati jogát az Eötvös Loránd kutatási hálózat kapta meg, ami jelenleg Hunren néven működik. Ezeket is hibának tartjuk. Csák János miniszter úr tavalyi döntésével a Nobel-díjas Krausz Ferenc által vezetett molekuláris új lenyomat kutató központot az alapítványi fenntartású Semmelweis Egyetem kapta meg. Korábbi felszólalásaimban már többször kifogásoltam, hogy a Covid idején a negyedik Orbán kormány létfontosságú közfeladatokat és több ezer milliárd forint állami vagyont szervezett ki kormányzati káderekkel feltöltött közérdekű vagyonkezelői alapítványokba. Ezzel sok más problémán felül az is probléma még, hogy a kutatók Európai Uniós forrásoktól esnek el. Mert az Európai Bizottsággal való megegyezés hiányában idén szeptembertől a modellváltó egyetemek számára az Erasmus mellette a Horizont európai kutatási program sem érhető el.
Ez is komoly hátrány. Tisztelt ház, álláspontunk szerint nem lehet magyar jövőt tervezni a magyar tudás felemelése nélkül. Ennek érdekében egy olyan programot tervezünk, ahol a magyar tudás fog összpontosulni, nem engedjük el a magyar feltalálót és kutatót külföldre, mert az egyik legnagyobb érték a K+F-ben rejlik. A Mi Hazánk mozgalom szakértője azon néhány magyar kutató közé tartozik, aki nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, jelenleg éppen a NASA minősítésű kutatói vizsgát csinálja, ami a legmagasabb kutatói szint a világon. Mellette Eurostars pályázatok elbírálásában vesz részt. Álláspontja szerint a kormány K+F stratégiája nem életképes, nem a piaci igényeket tükrözi, nemzetközi összehasonlításban Magyarországon az egyik legrosszabb a K+F menedzselése és hatékonysága, tulajdonképpen senki nem érti a K+F projektek lényegét, hogy lesz egy ötletből egy olyan termék, amivel ki lehet lépni a világpiacra. Az alapkutatással, új ismeretek feltárása, tudományos cikkek publikálása, stb. Még tisztában vagyunk, ha van piacképes ötlet, akkor valamilyen prototípus még el is készül, de a gyártáskész állapotig már nem nagyon jutnak el a fejlesztések, a piacra lépésről nem is beszélve, a termékek nemzetközi piacra nem kerülnek ki. Ennek oka az, hogy nagyon kevés pénzt fordítunk a K+F-re, a jelenlegi összegnek legalább a 10-szeresét kellene költeni, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy a nemzetgazdasági szempontból ennek valódi hozzáadott értéke legyen. Nincsen meg a kutatás fejlesztéshez szükséges szervezeti struktúra, egyetemi infrastruktúra, tudástranszferközpont, regionális központ, ahol értenék, mit kellene csinálni a szakemberek, és a szakemberek ráadásul 3 havonta cserélődnek. Így nem is lehet egy stratégiát végigvinni. A kiírt pályázatok sem megfelelőek, nem jók a pályázati kiírások, ezért azok az ötletek, amik piacképesek lennének, nem találnak forrást, nem tudnak kikerülni a világpiacra. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Szeretném felhívni a figyelmet még arra is, hogy nincsen a világpiacon új magyar világmárka. A dualizmustól kezdve minden időszakban voltak olyan magyar termékek, a villanymozdonytól az Icarus buszig, amelyek a világ minden részére eljutottak. Az utolsó ilyen magyar fejlesztés, már hallottuk, elhangzott a házban, a Rubik kocka volt, de az elmúlt 20-30 évben nem tudunk ilyet mondani. Az Unióból nagyon sok pénz jött eddig, ami nem hasznosult megfelelően. Ezért célszerű lenne inkább nagy nemzetközi, például Eurostars pályázatokon részt venni, a magyar bürokrácia kikerülése érdekében. Magyarországon jelenleg az irány, hogy minél több nyertes pályázat legyen, majd olyan kevés pénzt adnak egy-egy pályázatra, hogy a fiókon kívül nem is termelnek semmit. Piacra lépéshez egyáltalán nem is jut forrás. Hiányzik az a szemlélet, hogy olyan terméket fejlesszünk, amit a világon más is megvenne. A Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem az egyetlen nemzetgazdasági alapú egyetem, ahol még vannak fejlesztések és szakemberek, ahol még megkeresik a cégek az egyetemet, hogy fejlesszenek. Ennek köszönhetően bevételeik jelentős része a piacról származik, mert a kutatók olyan tudással rendelkeznek, amit a piac megfizet. A kormány hogyan hálálja ezt meg? A kormány zsarolása ellenére ellenállt még a modellváltó törekvéseknek is, azon az áron is, hogy tavaly télen például nem kaptak fűtésre pénzt, ezért például a Kozmikus Geodéziai Intézetben, ahonnan az összes GPS fut, a kutatók 5-12 fokban nagy kabátban dolgoztak. Hát így nem érdemes meghálálni a tudást, és ez önmagában botrányos és elfogadhatatlan, illetve meggyőződésem, hogy ez egy kormány szégyene kell, hogy legyen. A Mi Hazánk mozgalom szerint a kutatásfejlesztés a nemzetgazdaság alapját jelenti, fontos, hogy legyen magyar ötlet, iparjogvédelem, termék, gyártás és utána egy exportképes világpiaci márkánk. Éppen ezért egyetértünk a határozati javaslattal, azzal nincs gond. Ugyanakkor a magyar tudomány évének nyilvánított következő 2 évben elengedhetetlennek tartjuk, hogy a kormány ne csak a magyar tudomány elmúlt 200 évével és annak elért eredményével foglalkozzon, hanem a jelennel is. Teremtse meg a piacképes kutatásfejlesztés valódi feltételeit. Végül felszólalásomat Kossuth Lajos idevágó gondolatával zárom. Be kell vinni az életet a tudományba, hogy a tudományt kivihessük az életbe. Köszönöm szépen!